Stúdió Veszprém Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történetek. Diósi Lászlóval és Weber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk. Köszöntjük nézőinket és hallgatóinkat! Mai különleges epizódunkban Trokán Pétert köszöntjük, aki egyébként egy szőlőből jelentkezik, hogyha jól látjuk. Szervusz, Péter! Szervusz, köszöntök mindenkit! Igen, kint vagyok a szőlőben, azért, hogy kicsit mozogni fog, hogy életszerűbb legyen a kamera, mozogni fog a kezembe. Így van, és akkor azt is áruljuk el a nézőknek, hogy ez a szőlő, ez a Balatonon, pontosabban Paloznakon található, ugye? Igen, Paloznakon van, most épp a délutáni pihenőnket töltjük, már megpróbálom behozni, hogy itt van a Damil, látod? Aha, igen, ő a társa. Itt van Damil a kutyám. Aha. Én meg itt vagyok a szőlőben, úgyhogy most akkor egy ilyen naturális beállítást csináltunk. De... Ha most nincs időd végignézni vagy meghallgatni az epizódot, akkor iratkozz fel csatornánkra, és gyere vissza bármikor, amikor neked alkalmas. Így nem maradsz le semmiről. Oké, Péter, akkor ha már így belevágtunk a közepébe, hogy Paloznakról jelentkezel, akkor azt is elárulhatjuk, hogy te tulajdonképpen most már paloznaki polgárnak számítasz. Néhány évvel ezelőtt te a település díszpolgári címét is megkaptad. Ha jól emlékszem, 16-18 környékén. Igen, nem csak polgár vagyok, hanem díszpolgár, amire rendszeresen büszke is vagyok. Aha, és mit gondolsz, hogy te ezt mivel tudtad elérni? Azzal, hogy egyszerűen ott vagy, oda települtél híres emberként, művészemberként, vagy hozzájárultál ahhoz, hogy ez... Nem, a hivatalos indoklás, azt hiszem, az volt, amikor átadták ezt a szép díjat, hogy hát ahol lehet, én megemlítem, hogy nekem mit jelent Paloznak, de most már őszintén szóval kicsit félve beszélek róla, mert annyira, hogy így mondjam, rákaptak Paloznakra, hogy most már nem nagyon szeretjük Paloznakot népszerűsíteni, mert már egy kicsit túl sokan vannak, akik ide akarnának jönni, kisebb-nagyobb pénzösszegekkel akarnak itt vásárolni mindenféle területeket, úgyhogy, de hát én pontosan 20 évvel ezelőtt lett kész a házam. Vettem itt egy nagyon klassz kis anyagi helyzetemnek megfelelő, félig romos, kőrakásos kis egyszobakonyhás házat, ahonnan kihalt a kisnéni, aki 94 éves volt akkor, és akkor ez tulajdonképpen felújítás címén 2003-ban lett kész, 20 éve, igen. Figyelj csak, Péter, ezzel én abszolút egyetértek, amit most mondtál, hogy talán már nem is biztos, hogy kell reklámozni a Balatont. Egy kedves csopaki borász barátunk, akivel interjút készítettünk, ő fogalmazott úgy, hogy a Balaton korábban művelt táj volt, és aztán most az utóbbi időben inkább épített tájnak tűnik. És ez Jászló Pista mondta? Nem, ezt a Kovács Tamás. Kovács Tamás. Így van. De neki fönt van a hegy. Így van. Ahogy vele beszélgettünk így a Balaton fejlődéséről, alakulásáról, ő így fogalmazta meg, és valóban nagyon sokat hoznak azok, akik oda települnek a Balatonhoz, de ugye ez nyilvánvalóan egy átalakulást is jelent. Például a Balaton átalakulása kapcsán azt is most akkor elő kell, hogy vegyük, hogy te nagy horgász hírében állsz, és különböző szerepeket vállalsz, horgász nagykövetként is ismerhetünk téged, és hát ez a tó ilyen szempontból is átalakult. Én úgy tudom, hogy tulajdonképpen Európa egyik legjobb horgásztavává, bojlistavává változott az elmúlt években. Jól tudjuk mi ezt, hogy ez egy ilyen európai szenzációvá vált? Ez a tó a horgászok számára? Hát én most egy nagyon nehéz helyzetben vagyok, hogy erről kell beszélnem, mert valóban én az a megtiszteltetését, hogy beválogattak a magyar horgászat nagykövetei közé. Ez tulajdonképpen ugyanazt jelenti, mint a paloznaki díszpolgársági létem, hogy ahol lehet, én szívesen beszélek Paloznakról. Az horgászatban is nagyon szívesen beszélek a magyar horgászatról. 93-ban kezdtünk el versenyezni. 93-ban a Rebiszki Gabival, meg a Hankó Attilával, aki azóta elment, Attila volt a lelke a csapatnak, meg ő volt az alapítója is a csapatnak. és itt a Tihanyi Belső Tónál voltak az első versenyek, ahol összeállt a csapat, és hát most már mennyi 40 év az, vagy mennyi 30 év. Igen. Annyi időt eltöltöttem a versenyolgás sportban, ami egy őrültség a magunk részéről, mert amikor megkérdezik tőlem, hogy én mit szeretek a horgászatban, általában, hogy a horgászat az, annak az a lényege, hogy az ember kiszabadul a városi létből, és leül a vízpartra, ahol egyedül van, csöndben, nyugalom van, körülveszik őt a természet összes csodái, a madarak, a fák, a vízi állatok, a halak, és annak az izgalma, hogy most halat fog, vagy nem, az másodlagos. Erre mi elkezdtük ezt az átkozott versenyzést, ahol az tiszta őrültek háza, mert ugye a verseny arról szól, hogy most akkor én most... Legyen eredmény. Most akkor én a mellettem lévő, te úristen. És akkor elkezdtük ezt a versenyzést, ami talán csodálatosan szép volt, most már kicsit építem le magamban, már így 77 évesen már szoktam mondani, hogy én hogy mondják ezt a korosztályt a horgászversenyzésben, Istenem. Seniorok? Senior, van a masters, van a senior. Igen. Én már senior után is vagyok, én már tolókocsis izében vagyok. Isten ments, hogy a mozgássérült horgászbarátaimat megsértsem, de aki már lassan már kimenni két lábán se tud, pedig hála Istennek mozgásszervi problémái nincsenek a tópartra. Tehát egy kicsit most már azért kezdem, egy-két versenyt vállalok havonta, vagy évente, mert fölcuccani, szóval aki tudja, hogy miről beszélek, az tudja, hogy azért, és nem beszélve arra iszonyatos feszültségről. Uh-huh. Ez egy komoly feszültség ott a vízparton, miközben azt gondolná az ember, hogy a horgászat pont arról szól, hogy egy feszültség. Melletted ülnek, jobbra-balra melletted ülnek, és látod, hogy annak ma hajlik a rakósbotja, te még mindig ülsz és nézel. És akkor mit kell csinálni? Akkor ki kell találni, hogy ők mit csinálnak? Hogy te mit rontottál el? Igen. Akkor nekem nem. Szóval nagyon ritka az, amikor nekem megy, és a többiek nézik, és tátják a szájukat, hogy nekem miért megy. És egyébként van valami olyan eredményed, amire nagyon büszke lehetsz ebben a versenyhorgászatban? Hát persze, hát 30 év alatt nyertem egy pár versenyt, és csapatban is, meg egyéniben is. És mondhatom, hogy tényleg még itt Paloznakon is a préshádban van egy polc, ahol tele van a kupával, meg otthon van a másik fele. Aha. De nagyon szép élmény volt, de hogy amiért nehéz helyzetben vagyok, hogy a balatoni horgászatról kell beszélni, hogy említetted, hogy a balatoni horgászat az a bojlisoknak a paradicsoma lett. Igen. És hát én most Bessenek megérte, de hát ez az a műfaj a horgászatnak, amit én nagyon nem szeretek. Szóval ez nagyon távol áll tőlem, már nincs jogom minősíteni. Nagyon távol áll tőlem. Az, mi az, ami a te műfajod? Mi az, ami a te igazság? Hát a könnyűszerelékes horgászat természetesen. Elsősorban a rakósbotos horgászat, másodszorban a könnyű féderezés, és harmadsorban, amit nyáron leginkább csinálok, az a nádipontyozás. Tehát az a balatoni legklasszikusabb műfaj, a nádipontyozás, hogy este 8 óra felé, tehát így mikor megy le a nap, naplemente előtt kimegyek, és akkor olyan sötétedés után egy órával jön meg a kapás, akkor 11-12-ig kint vagyok. Tehát én esti nádipontyos horgász vagyok, ami nagyon csodálatos, mert akkor kezdek, amikor még világos van, amikor még jönnek a nádirigók, éppen mennek aludni, még a kacsák is ottan tiblábolnak, hogy adjak egy kis kukoricát nekik, és akkor az etetés után elkezdenek a nádszálak rezegni, hogy oppa, ott előjött a ponty, tehát tele van izgalommal, de nyugodt izgalommal, és nagyon-nagyon apró dolgokon múlik, hogy nekem sikerül-e megfogni, vagy sem. Általában egy este két kiemelő kapás van, több nincs, azt meg kell fogni. Ha nem fogtam meg, akkor én vagyok az ügyetlen, vagy sajnos a törbeharcsák szarakodnak, mert már oda is betették a lábukat. Igen, tehát igen. Én a bojlis horgászatot, mint ipart, én azt nem nagyon szeretem, mert senkit nem akarok megbántani tényleg, de Szóval nem véletlen, hogy a magyar versenyhorgásport, ami a világ tetején áll, vagy ott az első három között ott vagyunk, vagy mindig az első ötben. Tehát a világ tetején vagyunk, hogy abban nincs benne a bojlis horgászat. Mert a bojlis horgászat az annak, még egyszer, nem akarok megbántani, sok köze nincs a horgászathoz. Világos, egyébként. Van egy saját bejáratott axiómám, és aztán le is zárjuk ezt is. Oké. Okay. X-egyszer elnézést kérve, hogy a bojlizáshoz szerintem nem horgászat, hanem luxus kemping körülmények között létrehajtott elektronikus halkitermelés. Oh. Uh-huh. Ez az én axiómám. Tényleg csodálom, én mindig nézem ezeket a balatoni bojlis horgászversenyeket, mert azért hát jó nézni ezeket a hatalmas pontyokat, és tényleg hála a Szári Zsoltéknak, akik a Balatont újra horgászhatóvá tették, amikor leállították a halászatot a Balatonon. Igen. Viszont ehhez kapcsolódóan nekem, mint laikusnak, ugye én nem vagyok horgász, de a Balatont szerető emberként engem régóta foglalkoztat, miután nincs halászat, hogy a balatoni vendéglőkben, a büfékben nem lehet a Balatonból kifogott halat kapni. Úgyhogy meséld el nekünk, te, mint horgász, gondolom, te azért ezekből falatozol is időnként. Jó ízű még mindig a balatoni hal? Hát nagyon könnyű magyarázat. Egyrészt, amikor a Balaton környékén, amikor még a halászat még engedélyezve volt, akkor sem balatoni halat ettél. Ezt maradjunk ennyibe. Ugyanis a balatoni halakat a siófoki halászok halászták a Balatonból. Na most ahhoz el kellett menni Siófokra, a halboltba, ahol meg lehetett venni a halászok által kifogott halat. Én ennek tudom a rendszerét, mert 20 évig a Siófoki Nemzeti Színház üdülőbe nyaraltunk családostól, töltöttünk csodaszép húsnyarat. Tehát én láttam mindig, hogy jönnek a halászok, mennek ki, és reggel jönnek be, és akkor néha oda mentünk, megkérdezik, mit fogtak, mondtak, nem csak eszeget, nincsen semmi. Szépen visszafogták a saját maguk által telepített pontyot, és azt az üzletben meg lehetett venni. Süllőt elég ritkán lehetett kapni, de ha balatoni vendéglők onnan akarták volna feltölteni a készletüket, akkor nagyon rosszul jártak volna, mert ott napokig kellett volna sorba állni. Másik pedig az, amit hát most megint nem akarok senkit megbántani, vagy nem akarok belekontálkodni semmibe, de ugye hát azt tudjuk, hogy a rapsickodás egy 1000 éves műfaj. És a rapsicok azok működtek, a mai napig is működnek, és nem is baj, mert ez egy bocsánatos bűn, holott nagyon szigorúak a horgászati szabályok, és én vagyok az, akinek a hivatása, mint horgász nagykövetnek betartatni ezeket a szabályokat, de hát azért most is van, aki nem igazán szereti a balatoni fogast, és akkor, amikor hazaviszi, akkor megáll egy vendéglőnél. Szóval de nem, ezek nem baj, és nem bűnök ezek, se oda, se vissza, és nem kell keresni azt, hogy most ki az oka annak, hogy nem balatoni halat eszel. Tehát balatoni halat eszel most is, meg akkor se ettél, amikor ez legális van. Maradjunk ennyiben. Egyetlen mondat, így öreg fejjel, egyre jobban, mint volt horgászversenyző, jut eszembe, hogy az nagyon nagy dolog, hogy a horgászok megfogják a versenyen halat, lemérik, és talán visszaküldik az élő vizébe. Néhányan még meg is csókálják, amit én egy elég álságos dolognak tartok. De ki adott nekünk jogot arra? És ha adott, ki volt, hogy a passziónkat úgy elégítsük ki, hogy állatokat kínzunk. Mert mégis ez állatkínzás. Bedugom és kirángatom a halat, akinek nekem nem mondja senki, hogy nem fáj, mert iszonyú küzdelem árán, és minden nap küzdelem árán veszem ki. Hát nádi pontyozásnál a küzdelem az nagyon akut. Mert ott behúzott fékkel, 5 méteres zsinórral, és aztán tartani kell a 10-12 kilós pontyot, és vagy kijön, vagy nem jön ki. Hát látom azt az irgalmatlan küzdelmet, amit az életéért folytat a hal, igen komoly sokkot kap, és ezért én úgy döntöttem, hogy én csak az általam megfogott halat, azt én elhozom és megeszem. Én nem bocsátom vissza. Tehát néha, amikor úgy jól megy a hal, és lemaradok, és megvan a 3 pontja, és akkor na még egyet fogok, és akkor visszaengedem. De nem, én hazahozom, és megeszem. Tehát nagyon-nagyon szerettem, és tisztelem a horgászversenyzők összes eredményét, csak egy öreg fejjel ez jutott eszembe, hogy egyszer valaki megkérdez, és ne adj Isten, elindítok egy hólabdát, akkor egyszer csak, mert be fog következni ez, amikor valaki ki fogja találni, zöld vagy nem zöld, Greenpeace vagy nem Greenpeace, hogy tilos a versenyhorgászat, versenyszerűen a halat kínozni tilos. Értem. Ezért mondom, hogy én, ami halat fogok, azt én megeszem. Már kapható Veszprém első hangos könyve 35 igazi történettel. Magyarul és angolul postai képeslapba csomagolva. A te konyhádon mi készül ezekből a halakból, amiket végül aztán hazaviszel? Leginkább mi készül? Természetesen, mivel pontyolhorgász van nádban, ezért természetesen halászlé, az elsődleges. A másodlagos pedig a sült keszeg, amit nagyon szeretünk, mert a balatoni keszegnek csodálatos íze van. Én azt hiszem, hogy egész jól tudom sütni is. És érdekes módon, ami most átok és többszörösen átok, hogy elkezd elszaporodni a törpeharcsa Balatonba. Mert a sülőzés tönkreteszi a sülőzés élményét, tönkreteszi a törpeharcsa, mert szétrágják a csalihalat, és most már a keszegezés közben is fogunk. Lementem, és mondom, mert itt voltak a lányaim, és mondom, fogok egy pár keszeget, hogy csinálok sülkeszeget, és a guta megütött, mert jöttek a törpeharcsák. Oh. És aztán kínomban azt csináltam, hogy a nagyobbakat, hát 4-5 darabot, ilyen 20-22 centist, ami már azért elég szép is, a húsa is, mert a húsa jó ennek az istenverte zabálós halnak. Még 2 keszeg is jött mellé, és akkor sikerült a 6-8 darab törpeharcsát, meg keszeget így megsütni. Utazzunk most el Veszprémbe, a tegnapi vacsorátokat követően, ugye pontosabban 90 és 96 között voltál te a Petőfi Színház társulatának tagja Veszprémben. Nem, 2000-ig voltam, csak volt úgy, hogy társulati tag voltam, volt csak, hogy a vendéget játszottam, de 10 évig jelen voltam Veszprémben minden évben. Hát akkor azt is mondhatjuk rólad, hogy te egy aktív kultúra csináló voltál Veszprémben, és hát nyilvánvalóan te is tapasztalod Európa kulturális fővárosának a nagyszerű menetelését. Te gondoltad volna abban az időben, hogy ekkora kurázsi van ebben a városban? És hogyha igen, akkor szerinted mi volt az te több helyen is játszottál, mi volt az a plusz, vagy mi az a tudás, vagy mi az a tőke, ami Veszprémben ott van, láthatóan ott van, és eljutott odáig, hogy európai kulturális főváros lehetett. Hogy látod ezt? Borzasztóan örülök neki, fantasztikus tényleg, ahogy nézem a programot, és múlt héten én is bent voltam a Netrekó koncerten, és csodálatos, hogy a Veszprém Festtel együtt, hogy milyen programot állítottak össze, és tényleg azt mondhatnám, hogy méltó európai vagy világszínvonalához, hogy ami itt Veszprémben történik, és nem tudom, hogy kinek kell ezt megköszönni a veszprémieknek, akik ezt fölépítették, mert amikor én Veszprémben voltam, akkor is volt már Veszprémnek valamiféle jelentősége, ha más nem mondjak, ott volt a tévéfilmek országos szemléje. Tehát abban az évben, vagy azokban az években még nagyon sok televíziós játékot csináltunk. És én emlékszem még a 80-as években valamikor először úgy jártam Veszprémben, hogy lehozott a magyar televízió engem, mert ott egy tévéjátékban közreműködtem, és az indult a versenyben, és akkor a közreműködőket lehozták, és itt laktunk Almádiban egy szállodában, azt hiszem alszállodában, a nagy szállodában, Almádiban, igen, ott. Aurórának hívták abban. Akkor Aurórának hívták, igen. És akkor onnan mentünk be busszal Veszprémbe, és részt vettünk a szemlén, és ez olyan nagyon klassz dolog volt, olyan igazi kulturális, nem szeretem ezt a szót, hogy seregszemle, Isten meccs, olyan igazi kulturális élmény volt, hogy minket ott hoztak, vittek, etettek, ittattak, nagyon nagyvonalú volt az egész. Uh-huh. És már akkor is azt mondtam, hogy hát Veszprém azt tudja, hogy kell ilyet megrendezni. Uh-huh. Hát lehet, hogy a magyar televízió fizet az egészet, mindegy. De, és onnantól kezdve aztán folyamatosan jöttek azok a vagy városban élő, vagy oda települő művészek, vagy szervezők. Hát például a Vándorfi László, aki az én igazgatóm volt az alatt az idő alatt, míg ott voltam. Én tudom, hogy a Lacinak milyen iszonyúan nagy felelősséggel csinálta azt, hogy ő Veszprémben színházat csinál. Uh-huh. Ő Veszprémben csinál, és nem máshol, hanem Veszprémben csinál színházat. Uh-huh. És nagyon fontosnak tartott, ami annyira, ugye, és megvan a Panova Színház neki, és az is működik, és két színház működik Veszprémben jól. Így van. Tehát onnan kezdődött ez az építkezés, és de még mondhatnám azt is, hogy a Latinovits is itt rendezett először, meg itt játszott a Vallónál először. Így. És szépen lassan rakta össze Veszprém a kulturális életét, és aztán amikor bejött a Veszprém Fest, akkor pedig nagyon, nagyon válogatott, ingyenc kulturális programokat tudott ajánlani. És ez most az Európa kulturális fővárosával, ez meg azt hiszem, hogy ez a csúcs. Igen. Ez a csúcs. Nem tudom mások hogy csinálják. Uh-huh. Milyen a másoknak az Európa kulturális fővárosának lenni. De hogy Veszprémben nagyon tökösen helyet állt, az biztos. Nagyszerű, és hát ugye akkor ennek tulajdonképpen te is részese voltál abban az időben, ennek az építkezésnek, amíg ott játszottál, de neked van egy olyan élményed, ami szerintem viszonylag kevés színésznek adatik meg az élete során, kőszínház alapítás. Ugye te Szombathelyen alapító tag voltál. Igen. Az meg gondolom egy egészen másfajta élmény, és aztán te ott kaptál egy díjat, több díjad is van, amit olvashatunk, hogy a pályád során kaptál ilyeneket. Nekem ez a Holdbéli csónakos díj valami olyasmit jelent számomra, kívülálló számára, ami az egyik legfontosabb elismerés lehet, amikor a munkatársaid, a társulatod pontosan emel ki téged. Igen. Jól látom ezt? Igen. Igen, pontosan most, hogy a mai világunkban, hogy ki kap díjat, és hogy kap díjat, és miért kap díjat, ebben a mai világban ez én nagyon-nagyon szomorúvá tesz, de most ezt hagyjuk, beszéljünk arról, ami jó. Tehát, hogy annak a díjnak az értéke az érintetlen, és ez mindig a legnagyobb, hogy a kollégák ráírják egy papírra, hogy szerintük ki. Senki nem befolyásolja őket. Sem a politika, sem az igazgató, sem a rendező nem ad hozzá instrukciót, hanem azt mondja, hogy akkor én szerintem ő volt abban az évadban a legjobb. Persze ehhez kell az igazgató is, aki jó szerepeket adjon. Uh-huh. És hát ugye az, aki nem kap úgy olyan nagy labdát, annak nehezebb belerúgni, és nehezebb megkapni ezt a díjat. De én abban az évben igen jó szerepeket kaptam, és jól rúgtam bele a labdákba. És nagyon-nagyon szerettem, hogy a kollégáim őszintén tapsoltak, mert ők tették a kezembe ezt a díjat. És a mai napig is így van, szoktam mondani, értékesebb, mint egy Kossuth díj, mert a Kossuth díjat tehát egy bizottság adja. Na most a bizottság az mindig valamilyen módon öntörvényű, annak megvannak a saját törvényei, de itt nincs bizottság. Itt van a jó értelemben vett kollegális szeretet. Uh-huh. Mert szeretjük a színházunkat, akkor szeretek szavazni arra, aki szerintem a legjobb volt. Uh-huh. És akkor egy plusz ünnep abban az évben, és tényleg az ünnep volt. Értem. Téged egy ország tulajdonképpen egy sorozaton keresztül ismert meg, bár most már az a generáció, nagyjából a te korosztályod, aki a törzsközönség lehetett abban az időben. És én úgy tudom, hogy te most újra fölbukkantál egy sorozatban. Jól tudom, hogy van egy új magyar sorozat, amiben te... Hát nem most, hát az már lement 2 éve a 201. randi. 2 évadot ment. Az is nagyon aranyos volt, nagyon szerettük. Igen, de hát... De én egy működőkre gondolok, a marssal kapcsolatos. Ja, marsba azért, igen, az, de hogy csak egy napon volt, vagy két napon volt, egy figurát alakítottam, hogy ugyanúgy megvannak ott a stabilok, és akkor mindig a történetbe bejön egy valaki, aki ott a közepén áll ennek a történetnek, és azért is érdekes, meg kedves számomra ez, mert a Kálmánc Zoli ennek az egésznek az ötletgazdája tulajdonképpen, aki Szombathelyen kollégám volt, aki ugyan leúztunk együtt 10 évet, mint színészek, de ő már akkor is csináltak filmeket, és akkor is csináltak ilyen mind az Angelika Patront, meg nem tudom, ilyen nagyon jó pofa dolgokat, és most az ő humora átszövi ezt az egészet, és beszéltünk is a múltkor, amikor megnéztem a sorozat első évadát, most kezdik forgatni egyébként a másodikat, és akkor mondtam az Zolit, fölhívtam az őtnek, hogy milyen nagy sikere van, nagyon nagy, tényleg nagy sikere van, hogy azért van nagy sikere, mert egy egészen sajátos stílust hozott be a dologban. Tehát van önálló stílusa, és számomra a színházban, a színházművészetben, vagy egyáltalán a művészetben is, nálam mindig az a nyerő filmművészetben, irodalomban, akinek van saját stílusa. Tehát, hogyha te egy karinti novellát elkezdesz olvasni, vagy egy Őrként, akkor te pontosan tudod, hogy az az ő stílusa. És vagy, hogyha megnézel egy Szefirelli filmet, vagy egy Pasolini filmet, tudod, hogy az a stílusa. Most ennek a filmnek, ennek a sorozatnak az összes bárgyúságával együtt van egyrészt egy ilyen burleszkbe hajló műfai sajátosság, amit én nagyon szeretek, a burleszket, másfelől pedig egy olyan sajátos humorvilága, amit én nagyon örülök, hogy behozták, és olvastam is kritikát róla, meg is megemlítette a kritikus, hogy végre egyszer leszálltak a magyar faluról, és már nem magyar faluról csinál mindenki, mert amióta beütött a nagy siker a Mi kis falunknak, azóta mindenki faluról akar történetet, és mindenki túl akarja dobni, és nem tudja. És egyik hitványabb, mint a másik. Igen. Ez viszont egy teljesen új stílust hoz be, és egy lakatos műhelyt hoz be, ami eddig nem volt. Így van. Nem is akármilyen lakatos műhely, és marha érdekes, mert a szomszédok kapcsán szokták nekem emlegetni, hogy de milyen érdekes, hogy az olyan életszerű volt, és hogy róluk szólt, és hogy a napi problémáinkat találkozott. Képzeld el, hogy megyek le a kikötőbe, ahol a csónakom van, és ott van egy hát fiatal srác, egy 40-es srác, aki tavaly jött oda, ő tette le a csónakját, lépett be az Egyesületbe, és ő mondja, hogy te láttam ezt a sorozatot, képzeld el, hogy nekem ott ezt oroszlányba forgatják. Ezt forgatjuk, mondhatom, egy ilyen félig kínai tulajdonban lévő, működő, majdnem működő, de nem működő céggel, és azt mondja, hogy te, nekem ott van Oroszlánban az egyik cégem, ugyanígy működik az is, amikor megnéztem, én dobtam egy hátast, mert ugyanezzel a izével fogalmazik, hogy mit miért csinálják, annyira még hiteles, ahogy mondod, de mondom, hogy nagyon örülök neki, hogy végre stílus, egy olyan stílus, ami győzött, és ezt elfogadták a nézők, és most remélem a második évad is helyt áll. Péter, nem fejezhetjük be anélkül a beszélgetést, hogy a betegséged utáni kilábalásodról ne kérdeznének. Én úgy látom, hogy most már te teljesen túl vagy ezen a bizonyos post-covid problémán, és osszuk meg azt is a nézőkkel, hallgatókkal, hogy ebben neked van egy új módszer az életedben, ez a meditáció, ha jól tudom, akkor ez akkortájt köszönt be, és ez jól működött. Erről röviden még egy keveset beszélj. Hát igen, mert ugye a post-covidos, az orvosok a post-coviddal nem nagyon tudnak még mit kezdeni. Nagyon sok orvos van már, rengetegen foglalkoznak ezzel, mit jelent. Főleg azok az orvosok, akik természettudósok is, természettudományos alapon is gyógyítanak. Nekem is van egy ilyen nagyon kedves barátom, a Mangó Gabi, aki gyöngyösi háziorvos és természetgyógyász is, és a természetgyógyász részét, azt ő kezelte velem. De a mentális részét azt még igazán nem tudják, hogy hogyan kell kezelni, és ott találtam egy nagyon jó, az interneten egy nagyon jó meditációs programot, és ezt én már tulajdonképpen a Covid előtt is bele kóstoltam, de ezután, amikor megtörtént velem az, hogy beteg lettem, és akkor én posztcovidos állapotban azt éreztem, hogy az én testemhez nincs közöm. Tehát mindenféle történhet velem, mert eddig, amik történtek velem 75 éves koromig, az volt, hogy ott van bajom, betegségem, elmentem, hogy orvos meggyógyított, és akkor kész. És akkor tudtam, hogy ez úgy sikerült úgy kivédeni. De egyszerűen itt úgy éreztem, hogy nem tudom, mit kell csinálni. Nem tudom, hogy hogyan kell gyógyítani. És akkor erre a meditációt ajánlották, és az nagyon, nagyon jó bejött, és nagyon, nagyon, nagyon helyre tettem magam, hogy milyen a viszonyom egy betegséggel, amin tulajdonképpen túl vagyunk, és egyáltalán az embernek mi a viszonya az, hogy betegnek lenni, és meggyógyulni, és nem csak gyógyszer miatt, hanem mindenféle más miatt is, hogy most van nekem egy ilyen nyavajás gerincem, nem vagyok egyedül 77 éves korukban, akinek a 4-es, 5-ös csigolyája kiegyenesedett, a lumbális. Tehát, és furcsa módon, egyszerűen, amikor lejöttem ide Balatonra, a pesti manuálterapia után megbetegedett, és itt álltam kezelés nélkül, és egyszer kiszúrtam, hogy Almádiban van egy cég, egy család, aki ezzel foglalkozik, most nem akarom mondani a nevét, mert az reklám lenne, de szívesen mondanám. Nem mondhatod, de mondhatod, nyugodtan mondd. A Vertical 3D. Így van. Ők olyan speciális módszert dolgoztak ki, amivel engem nagyon jó karban tudnak tartani. Szuper. Tehát itt nem akarok túlragozni, de két dologról van szó. Van a posztcovidos állapot, ugye, ami egy mentális helyzet, és van a jól bevált gerinc probléma, amivel nem vagyok egyedül. És hála Istennek sikerült megúszni az elmúlt 40 évben a gerincsérvet, gerincműtéteket, ilyesmiket, mert nagyszerű gyógypedagógus vagy gyógytornászokhoz és manuálterapeutákhoz jártam. De ez a kettő most együtt nagyon érdekes volt, hogy valahogy összefüggött. És amikor sikerült ezzel a módszerrel a posztcovidos állapotot úgymond rendbe rakni, akkor egyszer csak a gerincemet is egyszer csak elkezdtek fogyni a gyógyszerek. Most ezeket mindegyiket, nem is 4-5 azt hiszem. Mindet el lehetett hagyni, így visszatért a régió bevált állapot, hogy egy gyógyszert beszedek reggel a vérnyomásomra, és oda el van felejtve a vérnyomás probléma, és ilyen 118-125-öket mérek. Nem akarom elkiabálni, de most szóval itt tartunk, megszűnt a vérnyomás problémám. Uh-huh. És ez biztos vagyok benne, hogy ennek a meditációs tréningnek az alapján sikerült, mert ahogy a manuálterapeuta mondta, hogy minden fájdalom generál egy újabb jelet. Uh-huh. Ha a fájdalom generál egy magas vérnyomást. Ha valakinek valami folyamatosan fáj, akkor a vérnyomása természetesen magasabb lesz, mert ideges tőle. Uh-huh. Tehát így sikerült ezt most így nekem egyensúlyba hozni, és a gerincem pedig, hát az meg olyan, hogy azt tudjuk, akinek ezzel problémája van, nem vagyok egyedül, hogy azt viszont folyamatosan kell csinálni a gyógytornát, és ebből az almádiak csodálatosak. Uh-huh. Uh-huh. Hát nagyon örülök, hogy így sikerült kiverekedned magad abból az állapotból, mert ez elég aggasztónak tűnt, és ugye te ráadásul egy kedves barátodat is elvesztetted, és volt nektek egy közös mondatotok, hogy a legjobb, amit ti a Balatonon szerettek csinálni, az tártani a szátokat. Úgyhogy én kívánom, hogy nagyon sokáig tud még te tártani ott a szádat a Balatonon. Még annyit mondjál, hogy mi az a munka, amire most készülsz, amit te így fontosnak tartasz most a következő időszakodban. Hát mivel nyári szünet van, most nincsen színház, a forgatásaim megvoltak. Most még egy szakmai dolog vár rám, hogy a Városmajori Szabadtéri Színházi Fesztiválon, hogy úgy mondjam, a Városmajori évadban ott mindig van egy verseny is, egy ott fellépő társulatokat ott zsűrizik, és én a zsűrinek vagyok az egyik tagja. Tehát augusztus végén és szeptember elején ott töltöm a 10 napomat, és megnézem összes előadást, és utána zsűrizni fogok egy kicsit, vissza rászkodok a szakmába, és aztán Fehérváron szeptember közepén kezdődik az évad. Így van. Így van, hát akkor sok sikert kívánok neked a következő évadra is, a pontyokhoz is, meg hát a meditáció. Azt kívánat is, mert most az a legnagyobb probléma az életemben, hogy eltűntek a pontyok 2 hete a nádból, és most próbáljuk mennek a körtelefonok itt a haverokkal, hogy hol lehetnek a pontyok, illetve hogy lehetne visszahúzni őket a nádba, mert a május vége, június közepéig csodálatosan ott voltak a gyönyörű szép halak. Most nincsenek, de megoldjuk ezt is, mint minden mást. Oké, rendben van. Köszönjük szépen, és akkor sok sikert és boldog életet, azt hiszem, hogy ez a legfontosabb. Én is kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen támogatóinknak és Vitakingnek, az Algida Veszprémi ékrémgyárának, a Royal Kertnek, a Chianti Apartmentsnek, a Ingantónak, a BMI Bramaknak, a Nyugalomnak, a Szófia Magánklinikának és a Nelson Biztosítási Alkusznak, valamint a Targonca Trade Kft-nek, hogy segítenek minket abban, hogy megkerülhetetlen emberekkel találkozhassunk. Ilyen Trokán Péter is. És a Vertical 3D-nak itt köszönjük. Így van, köszönjük nekik is, hogy ilyen állapotba hoztak téged. Minden jót, Péter! Ez a Stúdió Veszprém műsora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!